Ami azért közös, hogy kisnyitott gazdaság mind a kettő, nagy export és nagy külföldi tőkefüggősége, ami egyszerre kényszer, viszont kitörési lehetőség is. Amit én kiemelnék, és a könyvben is kiemeltem, az a szingapúri gazdasági irányításnak a hatékonysága, a hosszú távú stratégiai tervezés, és az az intézményrendszer, amelyeket ezeket valóra váltja. Tervezni sokan tudnak, de olyan szinten megvalósítani, aminek az eredményeként például tavaly a Világgazdasági Fórum versenyképességi jelentésében Szingapúr az első helyre került, Amerikát, Angliát sorolhatnánk megelőzve, a mögött éppen ez van. A koncepción kívül kell egy nagyon hatékony, magasan képzett, a világ vezető egyetemein tanult közviselői kar, akik jól meg vannak fizetve, és azok állnak szemben akár transznacionális vállalatokkal, akár a helyi nagyvállalataikkal, amikor a következő stratégiai irányokat megbeszélik. Ez a gazdasági irányítás nagyon proaktívan működik, hozzáteszi azokat a funkcionális területeket, mint az oktatás és a kutatásfejlesztésbe eszközölt beruházások. Amikor végez a tanárképző egyetemen egy osztály, akkor megnézik, hogy abban az évben mi a legmagasabb fizetés akármelyik ágazatban, és arra lövik be a tanárok kezdő fizetését. Tehát az oktatásra egy ilyen hosszú távú központi szerepe helyezése azt gondolom mindenképpen fontos. A gazdasági irányítás az rendkívül pragmatikus, korrupciómentes gyakorlatilag, ezt a Transparency International rangsorai évről évre megerősítik, és itt elválasztják, de ebben benne van a konfuciánus hozzáállás is, a lojalitás egyrészt megvan, másrészt viszont a tanulás, a tudás, a kiemelkedő képességek alapján történő kiválasztás. Ez nagyon fontos, és ez felülírja adott esetben a politikai szempontokat. Azt gondolom, a legfontosabb a tanulság, hogy nem szabad megragadni az olcsó bérű feldolgozóipari termelése szakosodásban. És ebben időben kell lépni. Hát most meg akarnám satszolni, Szingapúrnak körülbelül a 90-es évek elejei szintjén áll a magyar gazdaság, de ők akkor már nagyokat léptek. Tehát legalább azokat a lépéseket meg kell tenni ahhoz, hogy azok a nagyvállalatok, akik most esetleg a beruházott tőkeigényes gépek miatt egy ideig itt vannak, de mint a Philipsnél is láttuk, akár egy stratégiai váltás kapcsán is ott hagyják az ágazatot és tovább mennek. Tehát erre Magyarországnak fel kell készülni, és ez alapvetően az oktatás és a kutatásfejlesztés maximális előtérbe helyezésén múlik.